Dombóvár város önkormányzata a veszélyhelyzet kihirdetése óta számos intézkedéssel segíti a lakosság mindennapjait. A szociális étkeztetésben résztvevő ellátottak már második hete minden nap gyümölcsöt, és hetente egyszer süteményt is kapnak az ebédjük mellé. A napi ebéd kiszállítási díját az önkormányzat átvállalta, így 470 forintos áron juthatnak meleg ételhez. Ma, amikor ez az interjú készül, már több mint öt hete a veszélyhelyzet bejelentése óta eltelt, hatodik hetet kezdtük meg. Azt gondolom, hogy azok az intézkedések, amelyeket meghoztunk, azonnal azok jól működnek, és nyilván az időskorúak ellátásában tovább kellett fejlesztenünk ezt az ellátási formát. Ebből adódóan a héten indul meg a mozgóposta, a mozgó ABC-hez hasonlóan. Mindenkinek az otthonában lesz lehetősége elintézni a postai dolgaikat, és befizetni a csekket is. Nagyon nagy hiány volt, és nem tudtuk eddig megoldani a zöldség és a gyümölcs házhoz szállítása. Én azt gondolom, hogy sikerült megtalálnunk azt a vállalkozót, akivel együtt tudunk működni. Az önkormányzat az első zöld szám után még egy zöld számot beállított, hiszen a növekvő igényeknek szeretnénk zöggenőmentesen eleget tenni, ezért a zöld számot kezelő kolléganőim továbbra is várják azoknak a jelentkezését, akik az általunk nyújtott szolgáltatások közül bármelyiket igénybe szeretnék venni. Remélem, hogy húsvét előtt, amikor az óvodapedagógusokat is bevontuk az idősek kezelésébe, egy sikeres folyamat indult el, hiszen az otthonokban tartózkodó időseket, vagy a 65 év alatti mozgásukban korlátozott embereket hetente minimum egyszer, de inkább kétszer telefonon felkeressük, és érdeklődünk állapota felől, illetve megkérdezzük, hogy miben tudnánk neki segíteni. Az őszikék szociális alapszolgáltató intézmény dolgozóira még több feladat hárul a veszélyhelyzet kihirdetése óta, hiszen a házi segítségnyújtás, az étkeztetés, a demens és a pszichiátriai betegek, valamint az idősek nappali ellátása is alapfeladataik közé tartozik. A nappali ellátást 18 év életüveket betöltött egészségi állapotuk és az időskoruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek számára biztosítunk napközbeni tartózkodást ugye az idősek klubjában. És mivel a veszélyhelyzet miatt ezeket a teendőket, a szociális ellátásokkal kapcsolatos intézkedéseket a nappali ellátást megszüntette, vagy szünetelteti, így az ellátottakat a saját lakókörnyezetükben kereshetjük fel, és ott nyújtunk nekik szükséges ellátást. Tehát házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítunk az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást, alapvető gondozási és ápolási feladatokat végzünk. Területre mennek ki a gondozónők, jelenleg 8 gondozónő látja el a Dombovár és Tüske területet. Nagyon nehéz az időseknek is ez az időszak, azt gondolom. Nehezen értik meg, hogy nem jöhetnek ki a lakásból, és nem jöhetnek akár az idősek klubjában, vagy akár boltba vásárolni. Próbáljuk őket nyugtatni nyilván, illetve azt gondolom, hogy tanácsadással, információnyújtással, mentális támogatással próbáljuk őket arra rávenni, hogy szóljanak, hogyha bármiben segíteni kell, akkor mi ezt megoldjuk helyettük, és most tényleg az a cél, hogy mindenki egészségben átvészelje ezt az időszakot. Dombováron az elmúlt hetekben több projekt is elindult. Nagyon fontos, hogy azon túlmenően, hogy a veszélyhelyzet elárításában aktívan próbálunk együttműködni a helyi lakossággal. Vannak olyan típusú fejlesztések, beruházások, amelyek nem maradhatnak el. Ennek mentén készült el a nyilvánzáró cseréje a hivatalnak, a héten vissza tudunk költözni helyünkre. Ezt minden dolgozó kolléga már nagyon várta, hiszen kicsit szétszórtan, keszekuszán voltunk az elmúlt 3 hétben. Nagyon fontos, hogy a hivatal szomszédságában a múzeum felújítása is elkezdődött, az is megfelelő ütemben halad, pillanatnyilag a falkiváltások miatt szükséges főnév szerkezet megerősítése van folyamatban. Múlt héten elkezdődött a kátyúzás is a városban, 600 négyzetméter kátyút szeretnénk április végéig elvarni, illetve ezzel is szeretnénk zöggenőmentessé tenni a dombovári utakat. Nagyon szeretnénk még élni a lehetőséggel, és várjuk a BM-s pályázati felhívást annak tekintetében, hogy a Gárdonyi utcát szeretnénk teljesen aszfaltozni, illetve patkajavítást csinálni. A héten meg fogom kapni Dombováron a Fészek utca és a Radnóti utcának az áróját is.
aztán mennyivel lesz rá módunk és lehetőségünk, az önkormányzat saját költségének terhére kívánja elvégeztetni. Azon nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk a mai nap folyamán, hiszen a start Bunta keretében ma a Gemcsarnokban elkezdődik a próbaüzem, és nekiállunk térkövet gyártani. Ez a programhoz, mint ahogy én már többször elmondtam, nagyon nagy reményt fűzök, hiszen helyi emberek bevonásával gyakorlatilag évente több kilométer térkövet elő tudunk állítani, és le tudunk rakni, ami azt gondolom, hogy a dombaváriak komfortérzetét nagy mértékben fogja javítani. És azok az emberek, akik részt vesznek ebben a programban, azok pedig azt gondolom, hogy jó úton haladnak, hogy visszatérjenek a munkavilágába, hiszen olyan érdemi munkát végeznek, amiért azt gondolom, amikor rakjuk le a térkövet az utcákon, még jó szót is fognak kapni. Tolna megyében, így Dombováron is kevesebb a megbetegedés országos viszonylatban, amely bizakodásra ad okot. Mindenki számára egyre nehezebb elviselni a korlátokat, mégis arra biztatunk mindenkit, hogy maradjanak otthon.